Több mint 30 aktív civil szervezet működik Újfehértón. Számukra szolgált hasznos információkkal az az előadás, amelyet szerda délután tartottak a település művelődési házában. Azért is hívtuk össze ezt a mai rendezvényt, és örülök neki, hogy Újfehértó adhat helyet, hisz nagyon fontos az, hogy tájékozottak legyenek arról, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, hisz a civil szervezeténk nagy többsége pályázati forrásokból tud működni, és ezért is jó ez a mai alkalom, hogy a jövő évi akár működési, akár rendezvényes pályázatokban képbe kerüljenek. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap Képzés és Fejlesztés Politikai Fórum sorozatának utolsó Szabolcs megyei állomása volt. A megyei civil információs centrum igazgatója a november 15-i határidőre hívta fel a résztvevők figyelmét. Addig lehet ugyanis beadni a NEA összevont pályázatait, amely véleménye szerint a civil szervezetek számára egy komoly lehetőség. 5 kollégiumban minden évben a Nemzeti Együttműködési Alap keretében tudnak pályázni a civil szervezetek úgynevezett összevont és egyszerűsített pályázatra. Most az összevont pályázatnak van a határideje, arra szeretném biztatni azokat a civil szervezeteket, akik élnek ezzel a lehetőséggel is, szakmai, illetve működési célú pályázatot adnak be az összevont pályázat keretében, hogy ezt november 15-ig tegyék meg. Azokat a jellemzően kisebb szervezeteket, akik meg az egyszerűsített pályázatra adják be a pályázataikat, azokat meg arra biztatom, hogy december közepéig, ameddig az a pályázat nyitva van, ugyanezt tegyék meg. Ez az egyszerűsített lehetőség pedig a összevont pályázat beadását követően nyílik meg azonnal. Kis András hozzátette, nem érdemes utolsó napra hagyni a pályázatok beadását az október elején megnyílt felületen. A lehetőséggel egyébként bármely civil szervezet élhet, amely legkésőbb tavaly év végéig megalakult, és számviteli éves beszámolóval rendelkezett 2018-ban.